Sziasztok! Én Mészáros István vagyok. Én pedig Szóra Danita. Ez pedig itt a Nyitott Szemmel Podcast, itt a Modern Hippi csatornán. Politika, közélet, bűnügy, utazás, filmek, sorozatok, avagy nagyvilági körkép, bármi, ami érdekes lehet. Tarts velünk ma is! Sziasztok! Hát a mai adás az nagyon különleges lesz, teljes mértékben máshogy vesszük fel, mint eddig. Egyáltalán nincsen egy szervezett témánk, illetve struktúránk, amit leírtunk volna. Teljesen szabadon beszélgetünk itt Anitával. Maga a helyzet is teljesen más. Ugye nem a tematikus adás jött, mert most egy crime-os adásnak kellett volna, hogy legyen, de úgy gondoljuk, hogy Közbeszólt a járvány. Hogy igen, közbeszólt a járvány, hiszen nyitott szemmel kell járni a világban. Ezt már ugye mondtuk, ezért is vagyunk, és nem mehettünk el ez mellett szó nélkül. Hogy pontos legyek, március 15-e 20 óra 23 perc van. Ez azért fontos, mert tényleg percenként változik minden. Tehát a most aktuális dolgokat mondjuk. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy Magyarországon 32 igazolt fertőzés van. 1236 mintavételből, egy gyógyult betegünk van, illetve egy elhunyt őt ugye ma jelentették be. És 159-en vannak jelenleg karanténban. Karantén van, de ez a karantén ugye csak a kórházi karanténra szól, még több, ö, több százan, hát több mint 500-an vannak a minden igaz hatósági Házi. karantén alatt. Igen, igen. Az, hogy mennyire tartják be arról, később még kitérünk. A világban egy gyors összesítés, most jelenleg 162.687 fertőzöttet ír a kormány info oldala, ez a koronavírus.gov.hu. Ebből 75.620 gyógyult és 6.065 elhunyt, de sajnos most olvastuk pont ezt a rossz hírt, hogy igazából ma drámaian sokan haltak meg csak Olaszországban, hiszen -már is, mindjárt nézel. meg is nézzük. A kattingatásért bocsánatot kérünk, de ugye itt most mi nézzük a konkrét híreket. Hát úgy néz ki, hogy egyetlen nap alatt, tehát ma március 15-én 368-an haltak meg Olaszországban, ami tényleg egy brutális szám. Eddig a legtöbb az ilyen 250 volt. Hát Olaszországban még nem tetőzött a járvány. Ezt úgy látjuk, és csak Olaszországban több mint 25 ezer megerősített eset van, pontosabban 24.747. Ez szomorú, ez szomorú nagyon. Most leginkább azért is gondoltuk, hogy beszéljünk erről a témáról, mert azt veszük észre, hogy a nép, illetve az egész emberiség nagyjából két részre szakadt, az egyik része teljes mértékben elvicceli az egészet, elbagatelizálja, a másik része pedig úgy pánikol, mint hogyha tényleg itt lenne a világvége. És az a lényeg, hogy egyik sem jó, tehát, hogy ezeket a szélsőségeket hagyjuk, próbáljunk meg viselkedni. Erről írtunk is egyébként egy cikket. A blog, a blog oldalunkon ez elérhető: ezt a www.modernhippi.e.nhely.hu oldalon lehet megtalálni, de egyszerűbb, hogyha Facebookon kerestek, Modern, modern Hippi néven, vagy pedig becsatlakoztok a csoportunkhoz. Facebookon szintén a modern hippi éven néven találjátok ezt. Várunk szeretettel titeket, hiszen ott is át tudjuk beszélni, illetve várott titeket egy szavazás. Ezzel kapcsolatban várjuk a véleményeket. Igazából, ami ma nagy hír volt, mert nyilván a vírust már nem kell bemutatnom nektek, hiszen a csapból is ez folyik. Már mint nem szó szerint, de hogy tényleg. Szóval tudjuk, hogy miről van szó. Vagy gyorsan beszéljük át, hogy milyen intézkedések voltak eddig? Hát az az igazság szerintem, hogy aki figyelemmel kíséri a híreket, az tudja. Gyors felsorolást azért megejthetünk igazából. Ugye Igen. bezártak az iskolák, illetve bocsánat, konkrétan holnaptól zárnak be a iskolák, obodák, bölcsödék. térnek ugye az online térbe, úgymond. Egyetemek. Ö... Az egyetemek már bezártak. Bezártak. Van, a színházak, és hát a moziknál van egy ilyen... Probléma, hogy ők úgy furán értelmezték a szabályozást. Akkor ö, várjál, mindjárt eszembe jut, hogy mi volt még pont, mondani akartam csak. Hát ugye a 100 főnél több beltér, illetve az ötszáz főnél több kültéri, kültéri igen. rendezvényeket. Ja, hát az ugye beszállásra kerültek az uszodák, állatkert. De ezek csak Budapesten, csak tehát a Karácsony Gergő volt az, aki kiegészítette a kormány rendeleteit, hogy az uszodák és az állatkert is zárjon be. Illetve, ugye Budapesten a bölcsödék és a is bezártak, illetve, ha jól tudom, akkor a kormány visszaadta a jogot az önkormányzatoknak, hogy a bölcsödék vadák mm, bezárásáról ők saját maguk döntsenek. Igen, úgy gondolom, hogy egyébként ez is egy fontos lépés, hogy tényleg az is. Tehát, hogy tényleg álljon meg az élet. Úgy gondolom, hogy az most a legfontosabb, hogy... Igen, tehát tulajdonképpen minden szakértő azt mondja, hogy az izoláltság lehet -e a megoldás ennek a vírusnak a kezelésére. Tehát egy önkéntes házi karantént javasolnak, és valóban csak a legszükségesebb eset... Bocsánat, legszükségesebb Legszükségesebb? Legszükségesebb esetben. Igen, esetben. Vagy még akkor sem. Hagyjuk de, el a, az otthonunkat. Ugye az látható, hogy Wuhanban, ahol egyébként november 17-én volt az első fertőzés, később jöttek rá nyilván, hogy mi okozza, illetve hogy mi a probléma. Sokáig sajnos Kína titkolózott, de utána viszont Kína merőben fordult egyet, és tényleg olyan karantént hozott létre, amire nem, nem, hogy a mi életünkben szerintem még a 20. században sem nagyon volt példa, hiszen... Ez az eset is példa néha, konkrétan. Hát, igen, igen. Ilyen, ilyen. És tényleg, akkor olyan karantént hoztak létre, hogy senki seki sebe, és látható, hogy nagyon sokáig ugye még nőtt az esetek száma, majd ugye elkezdett stagnálni, majd csökkenni. Tehát, Náluk az... már el is múlt egyébként. Hát teljesen az nem jelenthető ki, hogy elmúlt, bár ők úgy gondolják, hogy már elmúlt. Ugye lecsökkent, azért csökkent le, mert hogy tényleg elizolálták az embereket. Tehát a vírus úgy tud terjedni, hogy az emberek egymásnak átadják. Hogyha mindenki otthon marad a seggén, akkor nem lesz kinek átadni, és előbb-utóbb vége a járványnak. Legalábbis ez lenne a lényeg. A fő cél. Bár egyébként tendenciák azt mutatják, hogy igazából mi most ennek az egész folyamatnak az elején vagyunk, tehát elvileg lesz egy exponenciális növekedés, szakértők mondják ezt is, hogy ez várható, tehát tulajdonképpen nagyon még nem tudunk örülni annak, hogy megúsztuk, vagy túl vagyunk rajta, vagy hát ilyesmény. mi sajnos nem, mert Európa tényleg Eleve aránylag későn reagált, lassan reagált, nem egységesen reagált, azért itt sok minden van, ami szerintem problémát okozott, nem tanultunk a kínai késlekedésből sem, és hát az a baj, hogy úgy látszik, hogy elharapódzik ez a dolog. Most már ott tartunk, ugye, hogy Európában több megbetegedés van egy nap, mint amennyi Kínában volt a legrosszabb időszakban is, ez pedig azt jelenti, hogy Európában még csak most jön a java. Ezt minden szakértő egyetért ebben. Nem véletlen az, hogy ilyen, intézke ilyen drasztikus intézkedések lépnek életbe, és nem csak nálunk, sőt nálunk még a leglájtosabb körülbelül, hiszen tényleg a környező országokban sokkal drasztikusabb lépéseket tettek. Hát igen, meg. nem beszélve arról például, ugye, hogy ö, alapja, alapesetben be lehet vezetve a határellenőrzés, ez sincsen több. Ö, Felvétel vagy egyebek alapján sincs alátámasztva, hogy ott olyan nagyon szigorú lenne az ellenőrzés, nem beszélve a repterekről, ott sincs ellenőrzés, szintén több videó bizonyítja, hogy ez valóban így van. Tehát ezt komolyan kellene venni, mert láthatjuk, hogy mi történik körülöttünk, és nem pánikot kelteni akarunk, csak egyszerűen van, van egy példa, hogy mi történhet ebből, mi lesz ebből, és ezt kéne megakadályozni. Csak Pontosan. egyelőre itt sajnos sem a hatóság, sem a... Bocsánat, de úgy érzem, hogy a... Tehát egyelőre nincsenek megtéve a megfelelő lépések, vagy konkrétumok nincsenek kijelentve. Tehát például Sebastian Kurz, ugye, Isti ő, ő sokkal teljesen korrektül... lépéseket nyilatkozott, és hogy ő kiállt tényleg az emberekkel, és megmondta, hogy nem hogy száz fő, de öt főnél húzta meg a határt, öt főnél többen nem gyülekezhetnek sehol. Ő meg is mondta, hogy ki sem lehet menni ő a ő lakásból. Ő megmondta, hogy csak és kizárólag akkor menjenek ki a lakásból, hogyha létszükségletről van szó, tehát ha olyan munkájuk van, ami tényleg halaszthatatlan, vagy hogyha élelmiszerboltba mennek, de akkor is inkább azt mondta, hogy rendeljenek házhoz, tehát hogy tényleg ez az izoláció az, ami nagyon fontos, és ugye Kínában, illetve Dél-Koreából is már ez látszik, ahol szintén nagyon elharapódzott a helyzet, mégis most úgy néz ki, hogy kordában tartották, ez mind annak köszönhető, hogy tényleg senki, seki, sebe a légi közlekedés teljesen le kell állítani, a határokat teljes mértékben le kell zárni, tehát senki, seki, sebe, és erre hiába mondják, mondják azt sokan, hogy de a vírus nem ismeri a határzárat meg az országhatárokat, ez így is van, de azt kell megérteni, hogy emberek adják, embereknek itt a, át. Itt, igen, itt igazából a kontaktolás a lényeg tulajdonképpen. Pontosan. Ami ha elmarad, akkor ugye a vírus nem tud tovább terjedni. Így van. Tehát, hogy tényleg az a fontos, hogy, hogy mindenki maradjon otthon, és erről szólt egy mai nagy hír is, hogy ugye a Magyar Orvosi Kamara igazából a lakhely elhagyás korlátozásának bevezetését javasolta a kormánynak. Ugye erről még nem döntöttek, illetve nem tudjuk, hogy mi lesz a döntés de teljesen egyetértek, hiszen ez az az egyetlen dolog, ami hatásos lehet a vírus ellen, mert ahogy te is mondtad, az oké, okay, hogy a határ ellenőrzés megvan, de az olyan, amilyen, ugye járnak ugyanúgy a repülők, és az em azt látjuk, hogy az emberek egy része egyszerűen nem veszik komolyan ezt az egészet, elmennek pánikolva vásárolni, majd órákat állnak sorban egy zárt légtérben, akár többen, mint 50-en. Egyébként erről jut eszembe, hogy ugye hivatalosan az élelmiszerbortok, gyógyszertárak ugye nyitva tartanak. Most milyen esélye van például annak, ö, aki ott dolgozik, ugye ennyi emberrel van egy légtérben, most mondok egy példát, tegyük föl pénztáros, neki milyen esélye van arra egyébként, hogy elkapja? Tehát ő tökre ki van téve ennek a Pontosan. beszének. Így van. Így van. És bocsánat, Nagy de van. foglalkozik ezzel úgy konkrétan bárki, hogy megkapják a megfelelő Ugye Védelmet, vagy? a legdurvább esetekben is az élelmiszerboltoknak, a patikáknak, azoknak nyitva kell, hogy tartson, ez teljesen logikus. A, patik a patikáknál itthon azt ugye bevezették, hogy egyszerre annyi ember tartózkodhat bent, ahány nyat ki tudnak szolgálni, ezzel is csökkentve mm -hmm. ugye az időtartamot, amíg ott De vannak. akkor még mindig azon lovagolok egyébként, hogy és mi van akkor a pénztárosokkal? Mert ott viszont nem lett semmi ilyen bevezetve, hogy hát pont ma láttam egy nem, képet, nem is, nem is lehet, tudom, igen. hogy hol készült, de nem is az a lényeg, hogy hát nem is tudom megmondani, meddig ért a sor. Én úgy gondolom, hogy a, és az egyéni vélemény erre egyébként, ugye szakértő nem vagyok, és nem is láttam példát, de én úgy gondolnám, hogy a pénztárosoknak egyébként hordani kellene maszkot és nem, és védőruhát és védőruhát is szerintem. Közvetlen kontaktnél, ugye itt az a lényeg, hogy hosszú ideig együtt ne legyünk betegekkel. Igen, de pénz, pénzt vesz át, pénzzel foglalkozik, és ugye ő nem tud minden vásárló után például kezet fertőtlen Hát ezért mondtam a kesztyűt. Ja, a kesztyűt mondtad, bocsánat, meg. Tehát hogy a igen, a kesztyű az igen, nagyon igen. fontos lenne, bár nem látom soha a pénztáros, pénztárosoknál. A másik pedig, hogy, hogy ne! rohamozzuk az élelmiszerboltokat, ne menjünk. Az látszik egyébként az európai országokban, hogy a karantén bevezetése után is járkálnak ugye boltba, de nagyon ritkán és nagyon kevesen. Tehát ott már annyira nincsenek kitéve a veszélynek, mert tényleg a karanténban igazoltan kell kilépni a lakásból, és azt nem teszi meg az ember meg, hogyha látja már, hogy komoly a karantén minden, akkor azért sokkal, hogy mondjam, hmm, nem tudom, mire gondolsz. Azon gondolkodok, hogy milyen szót akartam mondani, tehát hogy sokkal fegyelmezette be. Köszönöm szépen, hogy így át. Nekem bocsánat, magalatban. bocsánat, közben egyébként itt a híreket olvastam, úgyhogy nem tudtam tehát Semmi koncentrálni nem száz, nem száz százalékban. százalékban. Tehát az a lényeg, hogy a karantén után, hogyha fegyelmezettek vagyunk, akkor annyira nincsenek kitéve, illetve ott is meg kell hozni a megfelelő óvintézkedéseket. De a legfontosabb, hogy ne pánikoljunk, és ne menjünk el tényleg így bevásárolni. Mert egy az, hogy ellátás a legrosszabb helyeken is van, tehát a legfertőzöttebb helyeken is van ellátás, tehát semmiből nincs hiány. Persze. Felesleges, ugye, több hónapnyi ö, dolgot felhalmozni. És ezáltal másokat oda juttatni, hogy ők nem tudják megvenni esetleg, amire szükségük Igen, van? Ráadásul tényleg az, hogy akár órákig sorban állni a tömegben, na az pont, hogy volt, tehát sokkal észszerűbb egy kisboltba ellátogatni, és vagy kis online is rendelni ráadni, már egyébként ez a lehetőség is online megvan. Én szerintem szállítás. egyébként jelenleg pont ez a legcélszerűbb amúgy az Teljes online házhoz Így van. Több az még működik. Az, az működik, az működni is fog, és egyre inkább egyébként az online áruházak is arra mennek ki, hogy kontakt nélkül adják át. Tehát, hogy például ezt elmondhatom, gondolom, hogy a Tesco-ból is lehet ugye rendelni, és ott például már nem lehet bankkártyával fizetni a futárnál, hanem csak és kizárólag előre, és ő igazából a minimális kontakttal átadja a cuccot. Sőt, olyat is olvastam, hogy ételházhoz szállításnál is van már egy csomó olyan, hogy ugye ott is előre kell kifizetni, és nem is találkozunk a futárral, hanem ő rárakja a kilincsre, Ugye a teljesen korrekt. Mi meg majd utána ezt beszedjük. Tehát tényleg az a lényeg, hogy a kontaktot, a kontaktust, az egymáshoz érintkezést és az egymás közelségét azt kerüljük. És itt jön szóba az, hogy mennyire vagyunk fegyelmezettek, és azt látom, hogy nagyon nem. Tehát, hogy nagyon nem vagyunk fegyelmezettek. Ma az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján volt szó arról, hogy egy hatósági karantén álló karantén, karantén alatt álló személy. Jaj, jaj. Hát szóról próbaszerűen megnézték, hogy otthon van-e, és hát nem otthon volt, hanem egy belvárosi vendéglátó helyen mulatozott. Ez nem jó. Tehát, hogy vegyük ezt komolyan, mert lehet, hogy te egy nagyon menő csávó vagy, és azt mondod, hogy hát ide nekem egy kis korona, erős vagyok, legyőzöm. Ez lehet, sőt, valószínűleg igazad lesz, hogyha tényleg mondjuk fiatal vagy és erős az immunrendszered, de átadhatod egy csomó más embernek, akik szintén továbbadhatják egy csomó más embernek, és így közvetetten egy csomó más ember halálához vezethet az, hogy te nem tudtál a seggeden maradni. Tehát, hogy ha már az nem fontos, hogy te ne fertőződj meg, hogyha te nem veszed komolyan, akkor legalább a közérdekében tart be az utasításokat, hogy másokat se hoz olyan helyzetbe, hogy esetleg egy idős rokonuk meghaljon, csak azért, mert veled találkozott a metrón, vagy bárhol, vagy a vendéglátóhelyen. helyen. Tehát tényleg mindenkitől nagyon nagy fegyelem szükséges, és az, hogy komolyan vegyék, ne viccelődjünk ezzel, rengeteg ember halálát okozza. Lehet azt is mondani, hogy az influenzába sokkal többen halnak be, igen, éves szinten, Ráadásul az influenza nem egy új keletű dolog, azt ismerjük, védőoltás is van ellene, bár az olyan, amilyen valamikor hat, valamikor nem. Tényleg sokan belehalnak, de azt azért fejezzük be, hogy ez gyengébb vagy ugyanolyan, mint egy influenza járvány. Nem. Teljesen más esetről van szó, teljesen új vírusról van szó, sokkal gyorsabban fertőz és sokkal többször okoz súlyos szövődményeket főként ugye kétoldali tüdőgyulladást, amit az influenza maximum úgy tud okozni, hogy legyengíti az immunrendszert, és ezáltal fogékonyabbá válik ugye a beteg a bakteriális fertőzésekre. Ezek ellen viszont van antibiotikum, viszont a koronavírus önmagában képes szerveket támadni, így a tüdőt is önmagában támadja, nincs szüksége hozzá antibiot vagy bacillusra. Hát a tüdőgyulladás volt egyébként a leggyakoribb, nem is szövődmény, hát hanem a leggyakoribb az... tünet, ami ugye az elhalálozásokat hát okozta tulajdonképpen. És ugye vírussal nincsen úgymond ellenszerünk, tehát itt csak a, és kizárólag az embernek az immunrendszere védekezhet, és csak is támogató terápiát tudunk adni, vagyis hát tudunk tapasztalni, vagy hogy mondjam, igénybe venni. Ez lehet akár súlyos esetben ugye a Lélegeztetőgép kötés. Így van, így van. És ugye itt jön egy másik dolog, hogy azért az influenza járvány idején nem szükséges olyan szinten intenzív osztályon kezelni betegeket, mint most a koronavírussal koronavírusra kapcsolatban. Tehát itt ennek a legnagyobb veszélye, hogyha nem fékezzük és lassítjuk le a járványt, akkor hirtelen drasztikusan több tízezer, ötven ötvenezer, vagy akár százezer megbetegedés lehet. Most így konkrétan a szabadba vágnék, mert ez pont ide ö, szól. Az orvosi kamara szerint a járvány, elnézést, a járvány Magyarországon már a gyors kibontakozás szakaszában van, és a fertőzött, de még nem azonosított betegek száma már akár az ezer főt is elérheti. Ez a szám egy hét múlva a statisztikai modellek alapján a 7-8 ezer, két hét múlva akár 50-60 ezer is lehet. Ezt Ez nem pánikkeltés, csak ezt nyilatkoztam. Ez egy információ, ennyi. És ez igaz is, tehát ugye, hogy. És pont ez a lényeg, hogy ha hirtelen ennyi ember megbetegszik, és bekerül az ellátórendszerbe, vegyük például tényleg Olaszországban Lombardiát, nem csak Olaszországban, de az egész EU-ban az egyik. Leggazdagabb tartomány, és a legkiválóbb egészségügybe, egészségügyi rendszerre De most van. már ott. Uh, és, és az, az összeomlás szélén van, tehát több olasz orvostól hangzott el az ugye, hogy szinte azon kell, uh, azzal kell törődni, hogy az, azt kell eldönteniük, hogy ki az, aki tudnak lélegeztetőképre rakni, és ki az, akit nem. És mondom, ez ott van. Most egy magyar egészségügy azért nem a legjobb azért, azt valljuk be az európai Unióban. Hát igen. Ezt azért szerintem elmondhatjuk, és tudjuk, és elképesztő ö, pusztítást végezne, a, vagy igen, végezne. Az, az egészségügy a, bedőlését eredményezni konkrétan. Igen, hogyha 50-60 ezer is lehet mondjuk két-három hét múlva az esetszám, mert nem lesz, nem lesz ne aggódjatok, csak, bízunk ez benne. csak egy benne. Ahhoz viszont az kell, hogy tényleg fegyelmezetten betartsuk az utasításokat, sőt, még annál is tovább menjünk, és tényleg ne hagyjuk el a lakást, ha nem muszáj. Tehát, ha bármi lehetőség van arra, ki se tegyük a lábunkat. Tényleg egyébként a ti cégetek, vagy ahol dolgoztok, egyébként elrendelt home office vagy pedig adott esetlegesen fizetett szabadságot, vagy a ti munkahelyetek hogyan oldotta -e ezt meg, ha megoldotta -e egyáltalán. Így van, ezt várjuk a választ, vagy e-mailben az infokat nyitott, nyitott címre, vagy pedig a Facebook csoportunkba, ugye a Modern Hippi Társalgóba. Nyugodtan csatlakozzatok és írjátok meg ezt is, illetve szavazzatok a kitett kérdésre. De visszatérve, tehát ez a nagy veszélye ennek a vírusnak, hogyha hirtelen betelik a kórházi ágy, vagy a lélegeztetőgépek, száma, és még több fertőzés van, akkor radikálisan megnőhet a halálozási arány, hiszen nem lesz el, nem tudják ellátni az embereket. Pontosan. És, és ez a legnagyobb veszélye, és akkor már ott tehát azt kell észrevenni, hogy ott már akár fiatalok is sorra halhatnak meg, hogyha egyszerűen nem tudják őket ellátni. Ezért kell megakadályozni, lassítani a folyamatot, és erre hívta fel a figyelmet, a magyar orvosi kamara is, úgyhogy ezt úgy gondolom, hogy a kormánynak is el kell fogadnia, bízom benne. A másik, hogy ugye itt, ahogy mondtad is, hogy már akár most ezer fő elérheti az itthoni fertőzöttek száma. Mert ezt úgy kell érteni, hogy sajnos ez már bizonyított tény, tehát kutatások igazolják, hogy nagyon sok esetben tünetmentesen kihordják az emberek ezt a vírust, ezt a fertőzést, viszont tünetmentesen is fertőzhet. Ezért fontos az, hogy tényleg nem tudhatod, hogy a melletted köhögő ember, vagy akár nem is köhög, hanem a melletted lévő ember az lehet, hogy fertőzött, és simán átadja neked a fertőzést, te meg továbbadod a nagymamára. Hát ezért van az, hogy konkrétan ugye a szeparáció van első körben javasolva. Így van, a... pontosan. Úgyhogy ezt tartsátok be, kérlek. Ez mind a ti érdeketek, mind a rokonaitok érdeke, de úgy konkrétan az emberiség érdeke. Pont itt van mellettem a tévé egyébként, és pont rá pislantottam a híradóra. Most már kérik egyébként a kormánytól az üzleteknek a részleges bezárását is egyébként. Nagyon-nagyon helyes. Gyorsan ránézek itt a koronavírus.gov.hu-ra, de úgy látom, hogy itt nem frissült jelenleg még a... 14 óra adat. 20 volt az utolsó frissítésnek az időpontja. Igen. Igen. Azt látom egyébként, hogy megkezdődik a járványügyi mobil konténer építése Kiskunhalason. Uh -huh. 150 fő befogadására alkalmas az egészségügyi és a járványügyi szakmai tevékenységet kiszolgáló és támogató mobil konténerkórház 2020. március 16-án is Kiskunhalason. Uh -huh. Jó egyébként tegyük hozzá, hogy vidékről nem nagyon hallunk. Most Debrecenben van, vagy vannak fertőzöttek, ahogy Debrecenben hallottuk. Debrecenben van, igen, illetve Budapesten. Ezen kívül még ugye nem érkezett eh, hivatalos adat. Ezen jelenti azt, hogy nincs. És ugye van, lehet, az, hogy, hogy úgy, most pont abban a kéthetes periódusban vannak benne, ugye aki, eh, aki már fertőzött, ő ugye a tünetmentes időszakában már továbbadta a fertőzést, és akinek továbbadta annak lehet, hogy most jön az a időszak, amikor ki fog jönni rajta. Tehát egy újabb olyan időszak van, amikor ő fertőz, csak nem tud róla. Nem Pontosan, tudom, mennyire a, volt érthető, amit igaz, szerettem volna mondani. az, amit mondasz, ugye, hogyha megnézzük a korábbi, vagy az előző, vagy a korábban ö, tapasztalatot szerző országok közül, ugye ott van Olaszország ott van, Németország, Ausztria, mindenhol úgy kezdődött, hogy el, első héten volt pár Spanyol megbetegedés, ország. így van ott, és aztán utána ilyen 10-20. Aztán valahogy így fokozatosan nőtt, és egyik napról a másikra, meg megduplázódott, meg háromszorozódott, és már ilyen egy nap egy gyorsan egyébként. Nagyon, gyorsan. Nagyon ez, gyorsan, És ez pont ezért van, mert tünetmentesen fertőznek, nem veszik észre. Tehát ezért fontos csírájában elfolytani a fertőzéseket. És ugye azt sem tudhatjuk, hogy mivel nem vagyunk, nem voltunk erre felkészülve, azért valljuk be, nem is gondoltunk ilyesmire és nagyon megegyezik a kezdeti tünet az influenzával, az is benne van, hogy egy csomó ember elment orvoshoz, őket hazaküldték Influenzával diagnosztizálta. Influenzás. Na most ők is tovább, tovább, tovább fertőztek. Ne legyen így, de sajnos ez is benne van a hát kapcsolatban, hogy sok, sok vagy egyébként. Így van. Tehát, hogy ez, ez nagyon, nagyon brutális. Na, van valami új hírünk a közben? másik egyébként, ugye említettem már korábban dél ott is nagyon hirtelen harapódzott el a dolog, és sokáig a második legfertőzöttebb ország volt. Ma úgy néz ki egyébként, hogy aránylag sikerült ő nekik is megállítani. Ezt úgy értékel egyébként, hogy 250 ezernél is több tesztet végeztek el, hozzávetőlegesen, ugye itt az előbb olvastam, hogy Magyarországon ez a szám 1236 forint. Nem forint, hanem forint, forint. Darab, <laughs> darab, igen. A delcsehek él is már több mint 3000-et. És itt jön egyébként képbe egy ö, érdekesség, hogy ö, ugye a halálozási arány is nagyon változó az országok között. Ugye Kínában, illetve a hivatalos adat az nagyjából 2%-ot ad, uh -huh. ö, mond legalábbis. Ugye az nagyon nehéz meghatározni, egy folyamatban lévő járványnál, hiszen az elején nem tudjuk azt, hogy valójában mennyi a fertőzött, mennyi a tünetmentes fertőzött, és ezek nem kerülnek bele a szórásba. Tehát ez miatt ugye valószínűleg sokkal kisebb a halálozási arány, mint amit mondanak. Viszont a másik oldalról ott van, hogy mint akár Olaszországban is, nem véletlen, hogy már 5-6 a halálozási arány, és nem kettő, hiszen ahogy ezt mondtuk is, ha hirtelen lesz nagyon sok beteg, és nem bírja az ellátórendszer, akkor ugye olyan emberek is. Magasabb vannak, lesz a halálozási arány. Akiket amúgy meg tudnának menteni. Így van. És ezért magasabb lesz a halálozási arány, ezért nagyon nehéz ezt megbecsülni. De azt vegyük tudomásul, hogy ha 2%, százalék, ha akkor is sokkal több. És sokkal magasabb, mint egy átlagos influenzánál, ahol 0,1%. Az más kérdés, hogy Dél-Koreában 0,5%-ra hozták ki, ahol még egyszer mondom, a lehető legtöbb tesztet végezték el. Tehát többet, mint Európa eddig együttvéve összesen. Szóval ez, ez nagyon fontos, hogy teszteket kell végezni. Szerintem Magyarországon is sokkal több tesztet kellene végezni. Hát bízom benne, hogy az ügyben is történik mi hamarabb változás. Hát azt figyelembe véve egyébként, hogy, hogy nem is tudom, Facebookon jelent meg az a videó, vagy nem is tudom pontosan, hogy hol, hogy hogy engedték át ugye a a határon nuku ellenőrzéssel. Tehát még a rendőr mondta neki, hogy ne mondja meg, hogy Olaszországban volt. Így igazából nem nagyon nem. tudok semmi semmilyen pozitívat feltételezni egyenlőre, hozzáteszem egyenlőre, mert még csalódhatok pozitívan is. Igen, csak fontos, hogy nehogy késő legyen. Tehát tényleg én azt mondom, hogy itt drasztikusra kell lépni, a légi forgalmat, a retteret teljesen lezárni, a határokat teljesen lezárni, és így kibírni ezt egy-két hónapig, mint hogy utána, mit tudom én, évekig nyögjük ennek a... De milyen jó lesz ez a földnek? Hát ugye Kicsit tehermentesítődik végre ez a szerencsétlen földbolygó, azt kell, hogy mondjam. Igen, öröm az örömben egyébként, hogy még Kínában is kék lett az ég, ami egyébként egy fura dolog, igen. és valószínűleg a fiatal kínaiak meg is lepődtek. Most ez nem rosszból. meg nem... nem hiszem, hogy láttak még kékeket. De a városi, tehát Wuhanban például, meg Pekingben ilyen helyeken azért a képeket megnézzük, ott mindig szürkeség van, meg Igen. Sok. Most látható egyébként, hogy teljesen kitisztult, de ugyanez volt Olaszországban is, miholt képen lehetett látni, több portál is lehozta a képet, hogy milyen volt a környezetszennyezés, a légszennyezés ugye a járvány előtt és most, és Olaszország felett is teljesen kitisztult a levegő, de szomorú egyébként, hogy egy ilyen dolog kell ahhoz, hogy ilyen drasztikus lépéseket tudjunk tenni most. Igazából az emberiség rá van kényszerítve arra, hogy azokat a dolgokat, amit sok tíz, 20 vagy száz év alatt kellett volna elintézni, hogy a földet úgymond megmentse, nem a földet, hanem ugye magunkat, azt most hirtelen drasztikusan kellett meglépni. És úgy gondolom, hogy még így is van hova fejlődni, mert... Az az érdekes kérdés egyébként, hogy ez az egész járvány el fogja juttatni oda az emberiséget, tartok tőle egyébként, hogy nem, tehát ha, hogy tudjuk-e máshogy csinálni a dolgokat, mint eddig? Tudunk-e változni, tudunk-e változtatni? Mert azért ilyen jellegű ö, katasztrófa az én generáció életében nem volt. És, és hogy tudunk-e valamit fordítani ennek hatására, hogy valami pozitív süljön ki ebből a végén? ha Érthető, nem tudom, mennyire értek, amit mondani szeretnék. Hát én értem igazából, és nagyon fontos lenne, hogy hogy rájöjjünk itt a hibáinkra, illetve a gyengeségeinkre, hiszen ez a vírus akár bárhogy létrejöhetett volna, és lehetett volna az ebolához hasonló halálozási aránya is. Tehát, I igen, csak nem... hogy mondtad, hogy, hogy rájövünk-e arra, én attól félek, hogy, hogy rá fogunk-e jönni arra. Én tartok attól egyébként, hogy lezajlik ez a történet, és mindent ugyanúgy fogunk folytatni, mint eddig. Én is ettől félek, de de nagyon fontos lenne, hogy nem. Mert igen. tényleg... Igen. Ugye egy az, hogy ez a vírus, ahogy mondtam, sokkal durvább is lehetne, és bármikor megtörténhet, hogy bárhonnan ez elindul. Ha ennyire felkészületlenek vagyunk, ha 2020-ban nem vagyunk képesek hermetikusan lezárni egy országot, egy teljes országot, az embereket meggátolni abba, hogy tényleg ebben a globalizációban, hogy mindenhova utazgassanak felügyelet nélkül, és úgy vigyék szét a járványt, hogy arról még csak nem is tudunk. Plusz, ugye, ami engem nagyon aggasztott, és mindjárt folytatom a te gondolatodat, és visszatérek arra, csak ezt így hozzácsatolnám, hogy engem az nagyon elszomorított, hogy az elején, amikor január 17-é körül megjelent nálunk az első cikk ezzel kapcsolatban, Azután ugye folyamatosan érkeztek az egyre nyugtalanítóbb információk Kínából, aztán már ugye más országokból is. A WHO úgy gondolom, hogy nagyon lassan lépett, és nagyon lassan adott ki utasításokat. A legelején azt mondta, hogy a kínai holdúj évre nem kell utazási tilalmat bevezetni, mert nincs bizonyíték arra, hogy ez a vírus az emberek között könnyedén terjedne. Uh -huh. Na most kérdezem én, hogy ha van egy ismeretlen vírus, amiről a WHO tud, akkor miért azt mondja, hogy nincs elég információ, ezért nincs szükség további lépésre, mint sem azt mondja, hogy nincs elég információ, ez bármi lehet, azonnal lezárni mindent? Igen, ez egy érdekes kérdés egyébként. És kideríteni, hogy mi? Mert bármi lehet. Tehát egy ismeretlen vírus volt, a WHO tudott róla, és azt mondta, hogy hát ez. Nincs rá bizonyíték. Hát utána lett rá bizonyíték. De nem is akármilyen. És hogy ez a kérdésem, hogy ebből tanulta -e nem csak a WHO, hanem az egész emberiség, hogy máshogy kell hozzáállni, mert nem tudhattuk, hogy ennek csak 2 százalék lesz, vagy 10 lesz, vagy hány százalék lesz a halálozási aránya. Nem így kell hozzáállni. Megjelenik egy új vírus, ami embert megfertőzött, azonnal azt a területet karanténba zárni, és nem a gazdaságot nézni folyamatosan, mert nagyon fontos a gazdaság, és nagyon nehéz lépéseket és döntéseket hozni ez ügyben. De semmire nem megyünk a gazdasággal, hogyha a fél emberiség kipusztul. Hát most a koronavírus, valljuk be, szintén egy nagyot a gazdaságba. És ez csak egy ilyen vírus, úgymond csak, hogy ilyen 200% körül éli a halálozási arány? Most nem is feltétlenül erre gondoltam, hanem majd ami még ugye utána jön. Tehát ö, elsősorban ugye az emberi életek a legfontosabbak, ez nyilvánvaló, és utána majd még meg kell küzdenünk azzal is, amit ez a járvány okoz a gazdaságban. Hány munkahely ö, szűnik meg például, tehát megy adott esetben csődbe, Hát igen, már most ugye úgy néz ki, hogy azért drasztikus a helyzet, 2008 vagy annál is rosszabb. Tehát a olaj az olyan meredeken, az olajár ugye olyan meredeken dőlt be, ami utoljára az Öböl háborúban történt meg, akkor az Európai Unió is olyan drasztikus lépésekre szánta el magát, amire még 2008-9-ben sem, tehát 37 milliárd eurónyi pénzt mozgósított át ugye a védekezésre, amit aztán a tagállamok felhasználhatnak, illetve Amerikában is ugye a jegybank olyan intézkedéseket hozott be amit utoljára 2008-ban, és ugye nem látjuk még a végét tehát, hogy ez az a járvány, ez kitolódhat. Nagyon nem mindegy, hogy egy-két hónapon belül túljutunk, vagy akár fél év, vagy hat hónap, vagy nyolc-kilenc hónap lesz ennek, vagy Ugye az is egy nagy kérdés, hogy egyáltalán meg tudjuk-e állítani, vagy hol tudjuk megállítani. Megállítani meg lehet, biztos hát ugye Wuhanban is most már arról szólnak a hírek, hogy ott már lefutott, kifutott maga a járvány. Erre csak kettő dolgot reagálok. Ugye az egyik az az, hogy ami Kínából érkezik információ, azt azért érdemes fenntartásokkal tartásokkal. Jogos, kezelni. jogos, jogos. A másik pedig, hogy az mondták, hogy vége a járványnak, de ezt nem úgy kell, hogy akkor most így vége, és akkor nincs fertőzés, mert ugyanúgy vannak új fertőzöttek, csak sokkal kevesebb. De ez annak köszönhető, mert tényleg mindenki karanténba vonult. Kérdés, hogyha a karantént ugye szépen fokozatosan most elkezdik ugye kinyitni, felszámolni. felszámolni akkor utána nem, nem -e újra a vírus, mert hogy az emberek újra elkezdenek csoportosulni, és tömegközlekedni. Igen, fekednek. ez egy érdekes kérdés egyébként, mert ugye tanulmány nincs erről, hiszen egy teljesen új vírusról beszélünk. Ez majd valóban akkor derül ki, hogyha újra karanténok, karanténok, karantének, karanténak. Karanténak Kara Karanténok. Karanténok maradjunk. Karanténok megszüntetését követően kiderül, hogy ha újra ugye az emberek kontaktba kerülnek egymással, akkor vajon. Újra folytatódik, egész. vagy, vagy valóban már megszűntnek Minősíthető. Pontosan, tehát nagyon sok a kérdés, még ismeretlen a vírus. Mindent meg kell most tennünk azért tényleg, hogy ezt le, ö, csökkentsük a hatását, és hogy meggátoljuk az útját, hogy minél kevesebben fertőződjenek meg, és minél lassabban. Tehát ez a legfontosabb. És az a baj, hogy ez a bizonytalanság az, ami pánikot okoz mindenkiben, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Mert most persze lehet azt mondani, hogy mint az influenza vírus, nyáron melegben ugye kevésbé fog terjedni. Vannak már erre utaló jelek, illetve tanulmányok, meg a koronavírusok átlában véve is nagyjából többnyire úgy vannak, hogy párás időben, meleg párás időben jóval kevésbé fertőző képesek. Ezt úgy kell érteni, hogy akkor is létezik, influenza is van ugyanúgy nyáron, és csak sokkal... Ez rendben, de akkor például Ausztráliában miért van fertőzött eset? Tehát ott, ott meleg van pára van, és ott, ott ugyanúgy túlélőképes képes ahogy, volt. A vír... Tehát ahogy pont mondtam, hogy az nem azt jelenti, hogy ott nem úgymond életképes, létező a vírus, vagy aktív. Ugyanúgy fertőződik, ahogy nyáron is ugyanúgy elkaphatjuk az influenzát. Viszont a nagy pára tartalommal ugye rátapadnak a kitűztenetek cseppekre ez a pár tartalomból is a nedv, és ezzel sokkal nehezebb lesz így, hamarabb leesik, nem lebeg a levegőben, uh -huh. mint téli száraz hideg időben. Uh -huh. A másik pedig, hogy a naps is szétbontja egyszerűen a vírus szerkezetét, és tehát, hogy sokkal kevesebb ideig marad meg felületeken a vírus, mint télen a hideg időben. Ezért szezonális az influenza vírus is. Nagyon úgy néz ki, hogy ez a koronavírus is ilyen lesz. De a másik oldala ennek a dolognak, hogy ugye amikor itt nyár lesz, akkor ugye a másik féltekén pont tél lesz, tehát hogy sosem fog megszűnni ez a vírus. És lehet, hogy ősszel már sokkal korábban újra fertőzni a fog. A vírus megszűnik, mert jelen pillanatban egyébként már a vakcina kidolgozásán ö, vannak rajta a tudósok, ami, ha jól emlékszem egy cikkben szerepelt, hogy talán június környékére már kijöhet. Úgyhogy mindenképpen a vírus... Az előző kérdésedre még nem válaszoltam, hogy hogy lehet Melyik az, hogy le? Ausztráliában is vannak fertőzések, hát úgy, hogy oda is behurcolták a vírust, és úgy, hogy azért így is el lehet kapni a kérdést, hogy az aggasztó azért, hogy aránylag magas megbetegedés lett ott is, uh -huh. de hát ez sok mindentől függ, ugye az ország védekezésétől is, a cselekményektől, de azért az látható, a szakértők is már egy inkább elfelé mozdulnak, hogy tényleg azért a nyár, a meleg az vissza fogja szorítani, lassítani fogja, de nem megszüntetni. Uh -huh. Tovább megyek, amit te mondtál, hogy a vakcina készülőben van, igen, gőzerővel folyik, de a vakcina sem biztos, hogy megszünteti a vírust, hiszen az influenza vírus ellen is van vakcinánk, és igazából mégis mindig velünk van. Tehát, hogy nem, ez sem biztos, hogy megszünteti. A másik, hogy mennyire fog mutálódni ez a vírus, merre felé fog mutálódni. Semmit nem tudunk még, uh -huh. és ez a bizonytalanság az, ami egyébként a legrosszabb. Bízunk benne, hogy lesz vakcina mielőbb, és hogy az hatásos is lesz, és hogy a vakcina és az izoláció együttesen meggátolja a vírus terjedését, mert hogyha egyszer eljutunk oda, hogy a vírusnak nincs hova tovább mennie, előbb-utóbb a vírus, ugye, Elhal, és akkor vége a járványnak, és akkor nem is fog újra felbukkanni, legalábbis sokáig. De bízunk benne, hogy ez fog történni. Hát igen, bízunk a legjobbakban. Igen. Az, hogy, és most térnék akkor vissza oda, amit kicsit korábban elkezdtél mondani, az emberiségnek tanulnia kell a saját hibáiból, most még talán nem késő, de ez a és nem vagyunk globál, nem vagyok a, én sem a globalizáció ellen, meg a mai világ ellen, de határokat kell szabnunk, és az, hogy tényleg mindenki a boltba is már nemhogy autóval, de repülőgéppel megy, ez egyszerűen brutális és felesleges, és pont itt olvastuk ezt a, olvastunk egy cikket, hogy rakéta.hu oldalon mondani. konkrétan. Igen, reklám nélkül, de de nem, de nem teljesen e erről még, hogy rakéta.hu. Teljesen jó tér egyébként, teljesen egyetértek vele. Tehát például, hogy... Már is megtalálom ám egyébként. Ugye, amit látunk, hogy ugye alig van már repülő az égen, ami hát, so nem teljesen igaz, de sokkal kevesebb van, mint ami e amúgy volt. Ugye az olajfogyasztás az teljesen bedőlt, belassult a világkereskedelem, e megtorpant a kínai ipar, és hogy... E és hogy igen, a gazdaság, mennyire meg az országok mennyire függnek egymástól. Tehát, hogy tényleg, amikor Kínában betört ez a vírus és leállt a kínai termelés, akkor jött rá nagyon sok ország, vagy hát basszus szinte minden onnan jön. Így van. És hogy egy csomó olyan dolog is, amit amúgy simán meg tudnánk termelni saját magunknak. És hogy ez tényleg ez a globalizáció és ez a gazdaság, ami jelenleg működik, ez a, hát ez a kapitalizmus nem önmagában, hanem ez a jelenlegi helyzet, ez egyszerűen durva és felesleges. Hogy, hogy mondjuk, tényleg a ahelyett, hogy elmegyünk Rómába, vagy el, elrepülünk egy fapados hétvégére bárhova, akár elmehetünk a Szentendrére kirándulni, vagy egy közeli erdőbe. Tehát, hogy nem feltétlen szükséges. Nem muszáj spanyol paradicsomot vennünk, amikor van magyar is, és ehhez hasonló dolgok mert annyira ki vagyunk szolgáltatva. Már igen, ebben a kapitalista világban. Meg hogy, hogy tényleg, például, hogy ugye Kínában gyártják a szinte mindent, és akkor a telefonokat is, de miért kell nekünk egy-két évente új telefon? Ugyanazokat tudják, miért nem használunk egy telefont 5-6 évig, vagy addig, ameddig el nem romlik? Hát, mert az nem menő, tudod. Hát, de legyen az a menő. Az le jó lenne, ha az legyen, lenne legyen, igen. legyen az a menő, hogy nem pocsékolunk, hogy, hogy, nem És arra te, megy. te, te, gondolod azt egyébként, hogy ö, erre az emberiség nagy része erre valóban így fog reagálni, mert én tök, tökre szeretném, ha így lenne, de nem lesz így, nem, az a nem baj. Lesz így. Tehát ez lemegy, és minden ugyanúgy Pontosan, fog Pontosan, hogyha sikerül megnyernünk ezt a háborút, akkor, ami egyébként tényleg a, tehát Sebastian Kurz is azt mondta, hogy a második világháború óta nem volt ekkora vészhelyzet, Európában. Tehát ezt nem én akartam így elnagyolni, tényleg ő mondta. És egyetértünk, hogy, hogy, hogy el is felejtettem, hogy mit akartam ebből kihozni. Mit kezdtem el mondani? Hát, hogy Sebastian Kurz mondta, ugye, hogy nem volt a második világháború óta ilyen helyzet. Igen, ezzel akasztottam meg magam, de korábban mit kezdtem el mondani? Húha, várjál. Tehát, hogy, ja, mert hogy azt kérdezted, hogy hiszem-e azt, hogy az ember igen, az igen, nem igen, nem? igen. Nem, hogyha sikerül legyőznünk ezt a háborút, akkor utána visszatérünk a régi kerékvárás, Igen, sajnos én is ettől tartok. A gazdaságot sokáig meg fogjuk érezni, tehát ezt a minuszt, de egy-két, maximum három éven belül úgy gondolom, hogy teljesen helyreáll, és a következő ilyen vírusnál, ami reméljük, hogy nem lesz, de ha ne egy Isten lenne, akkor Nagyjából ugyanazokat a baklövéseket el fogjuk követni. Én legalábbis ezt látom a történelem során is. Mm -hmm. Egyszerűen az ember nem tanul a hibákból, mindig csak a saját egyre nagyobb kényelmére összpontosít, pontosan, és, és semmi másra. És ez nagyon szomorú. Na de hogy egy valódi értelme is legyen ennek az adásnak, akkor így a végére elmondjuk, hogy te, ha már végre nem pánikolsz a veszettől, de végre komolyan veszed az ügyet, hogyan cselekedhetsz ugye észszerűen, ahogy mondtam a blogunkon, erről egyébként már írtunk, keressétek meg a Facebook oldalunkon, a Modern Hippi néven találjátok. Ugye, ahogy mondtam, tehát tényleg ne pánikoljunk, és ne is viccelődjünk, ezzel rengetegen meghalnak benne, ez nem vicces dolog. Vegyük komolyan, a legesleg fontosabb, hogy nagyon gyakran most kezet, és ne tapogasd az arcod. De tényleg ez engem egyébként baromira elszomorít, hogy 2020-ban a higiéniás alapszabályokat tanítani kell fejlett országokban. Tehát, hogy miért nem tudunk kezet mosni, és nem csak erre gondolok, ami egy alap influenza járványnál is alap dolog lenne, hogy hogyan mosunk kezet, de sok férfi társamnál látom azt, munkahelyeken is, korábbi munkahelyemein is, hogy elvégzi a kis dolgát, és utána csak úgy kimegy a mosdóból, tehát még csak le se öblíti a kezét. Hmm. Meg nagyon sokan nem mossák meg a kezüket evés előtt. Mindent összetavogatnak, főleg a telefont nyomkodja mindenki állandóan, amit a WC-re is bevisznek, amit mindenhol magukkal visznek, kutatások mutatták ki, hogy több baktérium van a telefonon, mint a WC ülőkén. Hmm. Mégis nyomkodja a telefont, és közben zabál. És ugyanazzal a kézzel leteszi. Tehát, hogy ezek alapvető higiéniás szabályok. Miért nem tartják be az emberek? Vagy miért kell erre tanítani az embereket 2020-ban? Ezt valaki magyarázza már el nekem. Te mit gondolsz erről? Nem tudom. Tényleg nem tudom. De többenet, nem? Mhm. Uh -huh de ötletem sincs, hogy miért kell egy kézmosást tanítani 2020-ban. Igen, és félreértés hasonló. ne essék, nem azzal van a baj, hogy ezt most tanítják, azzal van a baj, hogy tanítani kell. Tehát döbbenet. Ami nagyon fontos, kerüljük a közvetlen kontaktust, ne fogjunk kezet még véletlenül se, inkább ilyen két-három méter távolságot tartsunk, de ahogy mondtam már, inkább maradjunk otthon a seggünkön, mert kibírunk két baszott hetet, hónapot otthon a négy fal között, 2020-ban. Hagyjuk már ezt, hogy mindenhova menni kell, nem? Kibírjuk és kész. Ha bármilyen tünete, ez még nagyon fontos, hogyha bármilyen tüneted van, akkor is maradj otthon, nem mert rohanunk az orvoshoz, nem megyünk, hanem felhívjuk szépen vagy az orvost, vagy pedig a zöld számot, a 0682774555-öt, és elmondjuk, hogy mi a panaszunk, mi van, és akkor majd kapjunk az utasításokat, de ne mi menjünk be. És ami nagyon fontos, és szerintem sokan megint csak nem teszik, nagyon sok tévhit van a c vitaminokról a vitaminokról, étrendkiegészítőkről, a fokhagymáról. Egyik sem fog megvédeni a koronavírustól önmagában, de így el sok gyógyteát, szedjél nagy mennyiségű C-vitamint, szedjél D-vitamint, és egyél sok hagymát, fokhagymát, gyöngyhagymát, bármit, mert ezek erősítik az immunrendszeredet, és az az egyetlen fegyvered a vírusok ellen. Ez minden télen koronavírustól függetlenül is fontos lenne megtenned. A c vitaminra visszatérve, hogy sokan mondják, hogy semmi értelme 2-3 ezer milligramokat szedni, nyilván ki tudja, veszélyre nem vagy kitéve, nem okoz vesekövet igazából, legalábbis erre vannak bizonyítékok, hogy nem okoz, Szent Györgyi Albert is 8-9 mg szedett élete végéig, nem is tudom, hány évesen halt meg. Nem tudom, googlisz ki, a gondolod. De ha jól tudom, akkor elég szép kort megért, de annyi biztos, hogy veseköve nem volt. Tehát, hogy ő volt ennek a megmondója, illetve a megmutatója. Mm, 93, 93 évesen 93. volt meg, úgyhogy úgy gondolom, hogy ő egy jó példa erre. Nyugodtan szedjetek C-vitamint, maximum kipisilitek, de tényleg sokat tudtok tenni, és akármennyire is vagyunk egyébként a nevünkből adódóan, és modern hippik, és az utazást azt szeretjük, és sokkal előbbre vesszük, mint bármilyen tárgyat, mert tényleg kutatások bizonyítják, hogy az utazás, a városnézés, a tengerpart, ezek az élmények sokkal boldogabbá tesznek minket, mint egy új telefon, vagy egy TV, vagy egy Xbox, bármi. Mégis most azt mondjuk, hogy maradjatok a seggeteken, lesz még lehetőség bőven utazni, nincs itt a világ vége, de most a saját érdekünkben ne utazgassunk. Én komolyan mondom, hogy ha most márciusra vagy áprilisra lefoglaltunk volna egy korábbi utazást, akárhova, még akkor is lemondanám, ha nem kaptunk volna vissza a pénzt. Mert most ilyen helyzet van. Megváltozott helyzet van, vészhelyzet van, ilyenre még nem volt példa az utóbbi nagyon hosszú időben, tehát a, valószínűleg a ti életetekben sem, mert mégben sem. Most el kell fogadni, hogy ez van, vissza fog térni a régi kerékvágás, csak maradjunk nyugodtak, és maradjunk, Otthon. Szóval, ne utazgassunk, mert a pénznél sokkal többet ér a egészség. Gondolom, ebben egyetértünk. Így van. Jó, hát igazából azt hiszem, hogy mindenre kitértünk. Nem tudom, hogy mennyi érdemes, mennyi értelme volt ennek az adásnak. Próbáltuk azért úgy gondolom összeszedni a jelenleg lényeget. aktuális lényeget, és nagyon vigyázzatok magatokra, és tényleg csak okosan. És ameddig nem lehet kimenni, és hogyha tudtok otthon maradni, akkor olvasgassátok a blogunkat, keresetek Facebookon a Modern Hippi néven, csatlakozzatok a csoportunkhoz, Modern Hippi társalgó néven, meghallgassátok meg a korábbi adásainkat, is. és, és ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok minket, és osszatok, hogyha pedig bármilyen olyan hírt mondtunk volna, ami nem valós, akkor elnézést kérünk, próbáltunk hiteles forrásokat keresni mindenre. Így van. De ha ne Isten ilyen történt volna, akkor tényleg elnézést, és mi sem vagyunk szakértők, csak próbáljuk átadni azt, aminek mi már utána néztünk. Hát akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, várunk titeket legközelebb is, ha minden jól megy, akkor egy hét múlva hat órakor. Így van, így Most van. egy picit csúsztunk az idővel. Mennyi az idő? Negye, negyed tíz? Jó, negyed okay. tíz. Úgyhogy jövő héten remélhetőleg akkor hat órakor ö, tudjuk kitenni nektek a, le, a következő adást. Addig is vigyázzatok magatokra. Tartsatok velünk legközelebb is. Peace! Sziasztok! Ez volt a Nyitott Szemmel Podcast aktuális adása. Keress minket YouTube-on, Facebookon, Modern Hippie néven. Iratkozz fel és lájkolj minket, hogy ne maradj le az újdonságokról. Peace!